Szép jó napot! Ígértem egy rádió tutoriált a Miráshoz. Ez most éppen egy sima, teljesen egyszerű küldetés. Ugye Kobuleti UHF rádiója, illetve VHF rádiója 133, illetve be van állítva a Channel 1-ét, ezeket a Mission Editorban lehet állítgatni. És itt be lehet állítani a rádióállomásokat, előre meghatározott rádióállomásokat. Az UHF és VHF rádiókhoz létrehoztam egy magamnak egyet, illetve egy AI Mirás 2000-est. Menjünk is be. Azt mondom, hogy csaljunk egy kicsit. És nem emlékszem, hogy hogyan kell automatán leindítani. Ott van. Fölgyorsítva szépen. Navigációt szerencsére nem csinálta meg, mert az hosszú idő, de ez nem is olyan nagyon nagy baj nekünk. Ami fontos, ezt a gombocskát M betűre, különben nem működik az UHF rádió, a VFM, vagy mi. Szóval a VHF rádió nem működik enélkül, ha ezt nem kapcsoljuk M-re. Ez itt a VHF rádió kezelőpanel, ez pedig az UHF-e. Az VHF az valamiért nem hajlandó a előre meghatározott csatornákat nekem váltogatni, mert lehet, hogy azért mert rossz állásban van ez. És nem. Nem tudom miért, nem baj. Ne piszkáljuk, nem működik. Itt lehet beállítani a VHF, tehát az ilyen ATC, meg az ilyeneknek a csatornáját. 133 Kobuletihez. És ez pedig ugye az előre meghatározott UHF rádió channeljét állítja, vagy csatornáját állítja. Látható is, ahogy ez működik. Látható is, ahogy itt fönn a 266-ról átvált 251-re, az alap előre beállított kommunikáció az AI repülőgépekkel, tehát a Wingmanekkel. Ez általában a 251-es UHF csatorna. Ez a váltó az, hogy az UHF és a VHF csatornákon akarok beszélni. Ez nem annyira működik, nincs beimplementálva. Szerintem, mert nekem mind a kettőn, akárhova állítom, mind a kettőn kommunikál mindenki. Viszont ahhoz, hogy beszélgessünk a barátunkkal, illetve az ATC-vel, ehhez kell a következő. Van az UHF és a VHF-nek egy külön HOTAS gombja itt a HOTAS-on, amit meg is mutatom, az VHF csatornát, hogyha ki szeretném választani, az a bal shift és numpad plusz, és az UHF-et pedig a bal alt és numpad minusszal tudom kiválasztani, és abban a pillanatban, hogy én ezt megnyomom, onnantól kezdve azon fogom sugározni a következő kérdésemet. Tehát, hogyha mondjuk az ATC-vel szeretnék beszélgetni, és be van állítva 133-ra a rádió, akkor megnyomom a VHF gombját, ami a jobb shift és numpad plusz, ha jól emlékszem. Request startup. Enfield 1-1, clear for startup. Oké. És hogyha a barátommal szeretnék beszélgetni, ugye a Wingman-nál, az UHF csatornának a gombja az a bal alt és numpad minusz, és azt mondom, hogy kapcsold be, légy szíves a radarodat. Radar on. Radar on. Viszont
fordítva nem működik, tehát ja, és mindig, ha akármelyiken szeretnék csak kommunikálni, a hosszú ű ugye a kommunikációs menünek a gombja, de én hiába nyomkodom csak a hosszú ű-t, mindig ugyanazt fog előhozni, amit legutoljára használtam. Tehát ha az UHF-en szeretnék mondjuk az ATC-vel beszélni, nem fog válaszolni. Semmi. Illetve fordítva, hogyha a VHF-en szeretnék beszélgetni a wingmanemmel, kapcsolj ki a radaradat. Semmi. Viszont normálisan beállítom, ugye azzal veszek, amelyikkel szeretnék, azon a csatornán, amelyikén kell. És már is működik. Na, szálljunk fel. Sétál a végéig, mert ugye jó arc, én nem sétáltam el a végéig, mert én nem vagyok jó arc. Habersáccal, és azt mondom neki, hogy mennyi a végig az előre meghatározott úton, és ő megy. Nagyjából ennyi a kommunikáció. Csövezz!